2012. szeptember 1-én nyitotta meg kapuit a Neszmély Launay Miklós Református Iskola. A művészeti szakgimnáziumként és zeneiskolaként is funkcionáló intézménybe jelenleg 200-nál is több diák tanul, és az iskolában tanító szakképzett pedagógusok száma meghaladja a 40 főt. Az intézmény iránt egyre nagyobb az érdeklődés, grafikai képzésükre 66 jelentkezőből 24-et vettek fel. Az általános iskolának a kötelező felvételi körzetünk az Neszmély, és aki ide szeretne járni, mindenkit felveszünk és fel kell vennünk, ott nincs felvételünk egyáltalán. A középiskolában ott van egy a tanulmányi eredmény, illetve a rajzképesség felmérést, amit végzünk, az alapján kerülnek be a 8. járó gyerekek, akik hozzánk szeretnének jönni. Ahogy mentünk időbe előre, és ha végeztük a képzésünket, annál erőteljesebben jelentünk meg különböző versenyeken. Most a legutolsó sikerünket mondom, de ott vagyunk az országos szakmai ágazati döntőben, az Euroskill verseny magyarországi fordulóját, ami gyerekünk nyerte. Ő képviseli hazánkat majd a nagy nemzetközi versenyen jövőre. Nem csak a település vezetősége és a pedagógusok tartják különlegesnek az intézményt, hanem az ott tanuló diákok is. Az iskolában eltöltött évek meghatározóak a gyerekek személyiség fejlődésében, viselkedésében, és biztos alapot nyújtanak számukra a továbbtanulásban. Pontosan 5 éve járok ebbe az iskolába. Grafikát tanulok, nemrég nyertem meg a magyar bajnokságot a Euroskillen. Megyében ez volt nekem a legimpozánsabb, sokkal természetesebbnek találtam ezt a környezetet, mint a városi iskolákat, mivel sokkal nyugodtabb helyen van, és sokkal barátságosabbak voltak a tanárok is. Ez a pár év nekem főleg a kreativitásomat fejlesztette. Ez az iskolának van egy olyan alapképzése, ami pont megad minden területen, tehát kézi grafika, manuális grafika és digitális grafikából is mindazt megadja, amivel tovább lehet jutni. A rendezvényről készült bővebb tudósításunkat a szerda esti tematikus magazin műsorunkban láthatják.